Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig a Mindenemű Családi Ház vlog adása. Ahogy az a témakör bevezető videójában elhangzott, az új építésű ház vásárlásánál különböző készültségi foknál van lehetőségünk tulajdonosjelöltként az ingatlant megtekinteni. Ebben a videóban a félkész állapotot lesézem ki. A kész állapotot, illetve a terven létező állapotokról külön videót találsz. A félkész állapot nagyon sokféle készültségi fokot jelenthet, de általánosságban elmondható, hogy legalább a falak és a födém, sok esetben már a tető is áll. Magyarul szerkezetkész az épület, vagy annak közelében jár. Sok előnnyel jár egy ilyen épület, kezdve azzal, hogy általában vannak még variálási lehetőségek, egyéni igényekre lehet szabatni a házat, természetesen normális keretek között, és természetesen ennek felára van. Ilyen épületnél sok mindent lehet látni, és sok mindent lehet lemérni. Van, amikor már egyetlen fotó alapján azt kell mondanom, hogy azonnal felejtsék el az épületet, mert szerkezetileg is tele van hibával. Félkész állapotnál a lézeres távmérőn kívül ritkán kell mást használni, itt inkább a megfelelő anyagok megfelelő használatán van a hangsúly. Nézzünk pár példát az elmúlt évek terméseiből. Padlóban nem fog elférni az a hőszigetelés vastagság, ami elő van írva a terveken. Ez lehet szándékos, és lehet elbaszás is. Szerkezeti vastagságokon spórolva van. Kisebb keresztmetszetű fa, fedémgerendák vagy szarufák, vékonyabb a szerkezeti beton, stb. Vagy például a tetőnél nincs megfelelő számú szellőzőcserép, sok helyen a cseppentőlemezt is kihagyják. Sokan kérdezitek tőlem, hogy mire figyeljetek, amikor mentek egy ilyen házat nézni. Nézzetek körül, a szomszédok, a zajok számítanak, mennyire élhető az épület, maga az egész lakókörnyezet milyen. Felmérést bízzátok szakemberre. Nem leszek népszerű a hasonlatommal, de attól függetlenül igaz. Be tudok tanítani egy majmot arra, hogy egy recept alapján megcsináljon egy süteményt. De amikor a liszt más csomagolási zacskóban lesz, más színe van a robotgépnek, vagy éppen a receptet cserélem ki, akkor a majom maximum kogyfaszt valamit, de abból nem sül ki semmi jó. Minden épület más és más. Mások a receptek, mások a hozzávalók. Én értem, hogy a tanácsadásért fizetni kell, de autót is úgy vásároltam, hogy vittem magammal egy szakembert, mert nem értek hozzá. Annak ellenére, hogy a Totálkárt olvasom minden nap. Visszakanyarodva a vásárláshoz. Megtekintés előtt jó lenne látni a terveket és a műszaki leírást. Ezt a helyszíni tapasztalatokkal összevetve lehet érdekes dolgokat látni. Vagy az tervek szarok eleve, vagy a kivitelező csinálta másképp, ritka esetben van az, hogy minden stimmel. Van, amikor eleve már ezek alapján azt mondom, hogy meg se nézzük, annyira szar az egész. Ezekről a tipikus hibákról lesz majd még videó. Mivel az ingatlan eladásra épül, ezért annak építése e-napló köteles. Ez azt jelenti, hogy a munkákat napi szinten kellene vezetni benne, fotókkal, felelős műszaki vezetői nyilatkozatokkal. Ezt a legtöbb esetben nehezen adják oda, viszont komoly vételi szándék esetén ezt is szükséges lenne látni. Ugyanis például az alapozás mélysége, vasalása, födémvasalás és a hasonló szerkezetek kivitelezési minősége nem derül ki másból, még számomra sem. Szóval legkésőbb az adásvételi szerződés mellékleteként ezt be kell csatolni. Sok esetben előfordul, hogy a kivitelező normális, és ezt a naplót elküldi PDF-ben, így a helyszíni szemle előtt ezt is át lehet bogarászni. Alap dolog, hogy az építés közben készülnek fotók tucat számra már az első kapavágástól. Amikor a legutolsó segédmunkásnál is okostelefon található, a nem készültek fotók egy ordas nagy baromság. De mégis miért mondhatják ezt? Mert a félkész épületekről készült fotók alapján egy hozzáértő nagyon sok mindent lát, sok mindenre fény derül. Amikor ezek már el vannak vakolva, el vannak takarva, akkor egy részük már titkolható. Egy dolgot ne felejtsetek, mindig lesz olyan hülye, aki megveszi helyettetek a legszarabb kivitelezésű épületet is, azaz ha nagyon kötekedtek, el lesztek hajtva. Mi tehát a teendő? Ha nem kapsz meg minden dokumentációt, fényképet és szemrevételezési lehetőséget, akkor ott kell hagyni. Különben te vagy az a hülye, akiről az imént beszéltem. Szót kell ejtenünk még egy fontos dologról. Manapság mindenki építési vállalkozó lett, elképesztő számú építőipari vállalkozás alakult az utóbbi hónapokban. Mondanom se kell, hogy nem ennyi szakember települt haza hirtelen. Jó részüknek korábban semmi köze nem volt az építőiparhoz, csak a jó pénzt látják az egészben. A szakikból eddig is hiány volt, most tovább osztódott a szaktudás,
a megfelelő minőségű munka lehetősége, és ezáltal az igény egyáltalán erre. Röviden, felhígított szakembermennyiség, a sok jól van az úgy megoldás, minél olcsóbb kivitelezés. Tipikusan szarból várat építeni. Azzal a plusz adalékkal, hogy a vállalkozó nagy valószínűséggel bedönti a cégét pár épület építése után, tehát a garanciális munkákat bebukod. Ezért nagyon fontos olyan vállalkozótól vásárolni új házat, aki évek óta a piacon van, lehetőleg ugyanazzal a céggel. Új cég is lehet normális, de akkor az építés is legyen megfelelően dokumentált és átlátható. Ne legyetek hülyék, még mindig jobb pityeregni pár napig az összetört álmokért, mint évekig pereskedni és küzdeni az igazatokért. Miben tudok segíteni? Átnézem a dokumentációt előzetesen vagy utólag, átnézem az épületet a helyszínen, javaslatot adok az esetleges hibák kijavítására, illetve azok várható költségeire. A kapott információk alapján a döntés már a ti kezetekben van. Mi történik, ha megveszed az ingatlant? Jogilag belépsz a képbe, mint ingatlan tulajdonos. Van egy rögzített határidő, amikor birtokba veheted az új házadat, ha kellően tökös vagy, akkor ennek csúszásáért a vállalkozót kötbér terheli. Itt érdekes téma feszegetni a befejezési határidőt, mivel sok esetben nincsenek betartva a kötés és száradási idők. Erről lesz később külön videó. Nagyon fontos, hogy a további munkáknál legyen lehetőséget követni a folyamatot, azaz valaki kapjon bejárási lehetőséget az építkezésre. Ennél a pontnál persze a kivitelezők eszeveszetten tiltakoznak, mondván, hogy építési területen senki nem mászkáljon. Balesetvédelmi szempontból igazuk is lehet. Ismerek sajnos olyan házas párt, akinél a férje lebénult, mert leesett a második emeleti födémről egy ilyen hétvégi szemle során. De nem is az építetőknek kellene kijárkálnia, mivel a további munkálatok ugyanúgy szakértői szemet kívánnak, mint az eddigiek, sőt. Tehát meg kell bízni egy műszaki ellenőrt, vagy hozzám hasonló építészt, aki kijárkál alkalmanként és lecsekkolja a munkákat. Én azt szoktam mondani, hogy a belső burkolás, festés már nem kíván szakértői szemet, mert ott a leendő tulajdonos igényessége a döntő. Viszont a gépészeti kialakítás, a külső és padlóhőszigetelés, a válaszfalazás, az aljzatbeton, a födémhőszigetelés, a nyílászárok beépítése jobb, ha le van ellenőrizve. Azt azért tudni kell, hogy ezek a menet közbeni ellenőrzések nem kötelezik sajnos semmire a kivitelezőt. Hiába írogatok én bármilyen jegyzetet, hiába mutatok rá az egyértelmű hibákra, még a teljesen jogos kérés esetén is ez csak egy vélemény. Normális kivitelező természetesen figyelembe veszi, javítja, korrigálja ezeket, de ha mégsem, akkor nem sok mindent tehetsz. Bár az adásvételi szerződésben első osztályú munkáról van szó, de azt, hogy a cseppentőlemez például hiányzik, majd 10 év múlva érzett problémának, amikor szétrohad az eresz lambéria, és bonthatod vissza a tető alsó részét végig körbe a házon. Ekkor már garancia sincs, tehát ez saját költséges javítás lesz. De sorolhatnám napestig ezeket a dolgokat. Amennyiben a kivitelező ignorálja a szakember véleményét, gyakorlatilag marad az ügyvédi nyomásgyakorlás, illetve végső soron a vásárlásból való kihátrálás, ami viszont egy banki hitelszerződés esetén szinte lehetetlen. A megfelelő kivitelezők kiválasztását nem tudom elégszer hangsúlyozni. Sok félkész házat vásároltattam már meg az elmúlt időkben, és sokszor járok ki a további munkákat ellenőrizni. Tapasztalataim nagyon vegyesek. Van, ahol sikerül érvényesíteni az akaratunkat és a gyártói előírásokat, van, ahol konkrétan leszarják az egészet, és megy a mi van arcoskodás. Nincs jogosultságom ezek ellen fellépni, és őszintén szólva nem fogom beveretni a képemet mások miatt, viszont legalább ismert a hiba forrása, és lehet számítani ennek a következményeire. Ezeket lehet utólag javítani egy normális kivitelezővel, sajnos valószínűleg már saját zsebből vételáron felül. Érdemes feliratkozni a csatornára, követni Instagramon, csatlakozni hozzánk a Facebookon, és olvasni a blogot. Nem ígérek mást, mint építőipari tanácsokat, kicsit szabadszájúan, de nagyon érthetően. Sziasztok!